A Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi Kara és a Tolna megyei Egyede Antal Honismereti Egyesület közös előadás sorozatának első programját rendezték. Az előadás sorozatnak tulajdonképpen nincs egy olyan közös témája, nem a Szülőföld Akadémia, hiszen minden ebbe a fogalomba belefoglaltatik. Tulajdonképpen szeretnénk bemutatni a tudományos eredményeket, a kutatásnak a lehetőségeit, a forrását, és éppen azt szeretnénk bemutatni, hogy ez egy nagyon szép dolog, hogy valaki elkezd kutatni. A generációkat szeretnénk végigkövetni, tehát lesznek gimnazisták az előadók között, középiskolások, lesznek PhD hallgatók, lesznek idősebb kutatók, és lesz a középkorosztály. Dr. Bak Miklós, akit 20 éves kapcsolat fűz Szekszárdhoz, igazán fontos témával készült a mai eseményre. Gyakran megforduló vendég vagyok Szekszárdon. Most egy olyan kérdést akarok bemutatni, ami tulajdonképpen beleillik a Honismereti Akadémia rendezvénysorozataiba. Szeretnék bemutatni egy nagyon érdekes szellemi vállalkozást, honismereti jellegűt, amelyre Kézdivásárhelyen kerül sor. Azért Kézdivásárhelyen, mert én tulajdonképpen odavalósi vagyok. Ugye a magyar nyelvterületnek a legkeletibb kisvárosáról van szó. Székelyföld délkeleti csücskében van Kézdivásárhely, és ott egy kis csapattal nekiláttunk elkészíteni a város lexikon. Kacián János helytörténész a Tolna vármegyéről szóló életrajzi lexikonról kezdte az előadást. Több kollégámmal, egyesületi taggal megbeszélve belevágtunk egy életrajz gyűjtésbe, egy életrajzi lexikon elkészítésébe. Ennek az volt az apropója, hogy utoljára ilyen Tolna megyéről 50 évvel ezelőtt készült, Sipter Gézáné könyvtáros szerkesztésében. Úgy gondoltuk, hogy aktuális a folytatás. Aztán kiderült, hogy ez tényleg így van, aminek voltak örömteli pillanatai, mert mi is rácsodálkoztunk néhány életútra, meg voltak nehezebb pillanatok is. A programsorozatot havonta rendezik meg, és összesen 8 alkalommal készülnek, melyek bárki számára elérhetőek és ingyenesek.